Szeptembertől ismét rengetegen kezdik meg az új tanévet Magyarországon. Ez sosem egyszerű. Egyrészt búcsút kell mondani a nyári szünetnek, másrészt be kell szerezni az új fizeteket, tollakat és egyéb tanszereket, ami valljuk be néha okoz némi fejfájást. Szerdán mi is ellátogattunk egy írószerboltba, hogy megtudjuk, idén mire számíthatnak a bevásárlók. Szeptember 1-én kezdődik az iskola. Erre szülők és tanulók egyaránt most készülnek. Egy írószálból jártunk kideríteni, hogy az előadók hogyan élik meg és hogyan készülnek erre a forgalmas időszakra. Akkor, amikor az iskolára készülünk, akkor halmozottabban kell összeszedni a az iskolai cuccokat. Tehát igazság szerint ugye ilyenkor felmerül a kérdés a tolltartó, a táska milyen állapotban van, a füzetek azok egyértelműen ugye betelnek, újakat kell vinni, más osztályba lép a gyerek, tehát a ceruzák is ugye évközben elhegyeződnek, fogynak, a tollak kikopnak, tehát minden iskolaszer ilyenkor újra vásárlásra kerül, és nyilván többen is jönnek ilyenkor. Hát ez a készülődés, ez egy hosszabb folyamat. Tulajdonképpen ugye a termékeknek nagy része nem Magyarországról származik, import termékek ezért ugye ezeket már időben be kell szerezni, meg kell rendelni, előrendeléseket végzünk, és tulajdonképpen évek óta már úgy zajlik, hogy már május hónapban megérkeznek ezek az előrendelt termékek, ami azt jelenti, hogy az óvodai ballagások ugye már május hónapban megkezdődnek, és ezért az iskolatáskáknak itt kell lenni az üzletben, hogy a kis ballagó ovisok meg tudják kapni már esetleg ajándékba, a táskájukat, a toltartóknak itt kell lenni, és hát természetesen májustól folyamatosan érkeznek a füzetek, az új iskolaszerek, úgy mint ceruzák, toltartók, rajzeszközök, minden, ami, ami szükséges az iskolához. Minden évben lehet új termékeket találni a boltban. Legfőképpen a füzetek mintája szokott változni. Az idén a flamingó, a láma az, ami újdonságnak számít, ezt szeretik a diákok, még akár a nagyobbak is. Egy füzet csomagban tulajdonképpen, amit mi ugye be tudunk szerezni, 20 füzet van becsomagolva. Ez azt jelenti, hogy a 20 füzet az 20 féle minta, tehát óriási választék van. A kisebbek az iskolától még kapnak listát a szükséges eszközökről, amit a boltban is ismernek. Természetesen főleg az alsó tagozatban jellemző ez, hogy listára vásárolnak a Szülők, ugye a pedagógusok már készülnek előre, összeállítják, hogy mire van nekik szükségük, és mi ezeket már azért évek óta tapasztalatból tudjuk, hogy körülbelül mi az, amire szükség van, és így könnyen tudunk segíteni a szülőknek. Felső tagozatban már nem készülnek listák, akkor mi igyekszünk tantárgyaknak megfelelően összeszedni, illetve hát ugye nagyon sok mindenkinek megmaradnak előző évekről festékek, zsírkréták, színes tehát akkor mindig igazodunk ahhoz, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak. Kisné Nagy Veronika elmondta nekünk, hogy kortól függően hogyan változik a gyerek vásárlási szokása. A kicsik például örülnek a bevásárlási kalannak. Sok szülő elhozza magával, különösen alsóbb tagozatos gyerekeket, ők még szívesen válogatnak. Tulajdonképpen a középiskolások azok szeptember első napjaira hagyják az iskolaszerek beszerzését, mert ők már annyira nem igazán készülnek erre, hogy, hogy gyorsan túl legyenek rajta. Megvárják, még megkapják az eszközlistát, esetleg ugye itt különösen a rajzórákról van szó, illetve hát a füzeteket, ők már a spirálfüzeteket és a nagy füzeteket használják. Van, aki csak a hagyományos, egyszerű füzetet választja, vannak, akik pedig szívesen választják a mintásokat is. Ezeket a füzeteket még olcsóban is meg lehetett kapni. A bolt kuponokat készített vásárlóinak. A kedvezményt azt mi most egy hétre korlátoztuk, kupon formájába adtuk a vásárlóknak, szerencsére szép számmal éltek is ezzel a lehetőséggel, hozták az újságban megjelent kupont, ezzel 20% engedményt tudtunk adni az iskola De akkor is, a lekéste a kuponos hetet, mindenki talál pénztárcájának megfelelő szép mintás füzetet gyermekének ezért a kommersz egyszerű füzetek azok olcsóbbak, de azt mondhatom, hogy az idén nagyon sok szép új mintás füzetet sikerült beszerezzek. Ezek elsősorban lengyel és horvát füzetek, amik közvetlen importból származnak, és ez azt jelenti, hogy nem magasak az árak ahhoz képest, hogy milyen szépek. Ha a gyermekének még hiányzik valami a kezdéshez, még nem később beszerezni. Sikeres iskolakezdést kívánunk mindenkinek!